Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban a mögöttem látható elhagyatott rácfürdőt fogom megnézni. Nyomjuk. Hú, már imádom. A rácfürdő hosszú évek óta úgy áll a Tabán szívében, mint egy titokzatos szellemkastély. A több mint 20 éve bezárt épület története a török hódoltságig nyúlik vissza, rengeteg viszontagságon ment keresztül, de úgy tűnik hamarosan felébredhet Csipke Rózsika álmából. A Rácz Budapest egyik legrégebbi fürdője, a török fürdő 1572-ben épült, de feltehetőleg már a római birodalomban is élvezték a forró termálvizet. A Rácz fürdő a Tabánt lakó szerbek, azaz a rácok után kapta a nevét, így emlegették a helyet már a török hódoltság idején is. Ma már leginkább a Z betű elhagyásával emlegetik a helyet, de az épületen mégis CZ-vel olvasható a Rácz név. A törökkori fürdő felújítása és bővítése a 19. század második felében valósult meg, mely két fázisban 1865-ben és 1870-ben készültek el. Az Ibl kupola, a Zuhany csarnok, a Flóra fürdő, a neoreneszánsz kupola mind Ibl Miklós keze munkájának gyümölcse, ahol a vendégek egészen a II. Világháborúig fürödhettek. Budapest ostromának idején a fürdőt több bomba is eltalálta, az Ibl szárny megrongálódott, a Zuhany csarnok szinte teljesen megsemmisült, amit később el is bontottak, de a súlyos károkat szenvedett épület ideiglenes felújítással egészen 1963-ig fogadta a vendégeket. Ez idő alatt a fürdő állaga leromlott, ezért a felújítások miatt 2 évre bezárt, és csak a 60-as évek közepén nyílt meg újra. A következő pár évtized alatt sem nagyon történtek felújítások, így a Rácz állapota olyannyira leromlott, hogy a 80-as évektől kezdve több fürdőrészt állapotuk miatt már nem is használtak. A fürdőben a 90-es évektől elképesztő állapotok uralkodtak, ahogy Földes András fotóin is látható, leginkább egy elhagyatott általános iskola alaksori konyhájához hasonlítanak a helyiségek. Az egykor hangulatos fürdőt feltöltötték betonnal, linoleummal lefették, radiátorokat szereltek a falra, és tornateremként használták. ...2002-ben a felújítások és bővítések miatt zárt be a Rácz, 2005-ben pedig egy 67 szobás, 5 csillagos szállót is felhúztak az épület nyugati feléhez. Ennek tetején van az elnöki lakosztály, ahonnan a hatalmas terasznak köszönhetően elég szép panoráma nyílik a városra. A jó hír, hogy a fennmaradt dokumentumok alapján szinte egy az egyben sikerült rekonstruálni és újjáépíteni az Ibl Miklós által megálmodott szárnyat, így napjainkban is olyan a kupola és a Zuhany csarnok, mint amilyen a dualizmus korában volt. A Flóra fürdőben VIP részleget alakítottak ki, ahol a vendégek saját francia ágyas kis szobákat is kaphattak. A Rácz fürdőben sikerült a régit az újjal összehangolni, ugyanis manapság 3 korszak elevenedik meg. A török fürdőben a török hódoltság idejére utazhatunk vissza, az Ibl szárnyban a monarchia korába csöppenhetünk, a modern kor pedig a szaunákban, a konditeremben, a kozmetikai és masszázs részlegben jelenítődik meg. A 8 milliárd forintból megújult és teljesen felújított komplexum ünnepélyes átadása 2010-ben lett volna esedékes, csak hogy a beruházó cég és a főváros közti jogi és pénzügyi vita miatt ez meghiúsult. A 12 elvesztegetett év pedig szemmel látható. Az állagmegóvások hiányában az épület beázik, a Duna közelsége miatt az árvíz többször elöntötte az alsó szinteket, használhatatlanná téve a vadi új, sosem használt gépészeti berendezéseket és öltözőszekrényeket. De persze nem csak a természet pusztított. Az őrzés nélkül álló épületbe többször betörtek és vitték, amit lehetett, ezért is hiányzik a szobákból a bútorok egy része.
az épületet üzemeltető Rácz Nosztalgia Kft. Időközben több milliárd forintos tartozást halmozott fel, így a fürdő csődeljárás alá került és árverésre bocsájtották. 2021 nyarán a Budapesti Gyógyfürdő és Hévizei ZRT-nek sikerült megszerezni a Rácz fürdőt, az átvétel után pedig meg is kezdték az épület állapotának felméréseit. Az új tulajdonos elképzelése szerint a szálloda felújításából és hasznosításából keletkező bevételből szeretnék a fürdő felújításának költségeit fedezni. Ugyan pontos dátumot még nem tudtak mondani, de tervük szerint Budapest 1873-as egyesítésének 150. évfordulójára szeretnék megnyitni a komplexumot, ami azt jelenti, hogy a nagy közönség már 2023-ban élvezheti a Rácz fürdő vizének gyógyító hatásait. Na, benn vagyok a szálloda részébe, az egyik szinten, és ugye kommentárban elmondtam, hogy fullosan fel volt újítva, ugye 2010 környékén, most is szinte fullos. Hát a 12 év azért valamit tett, de nézzük meg, hogy milyen egy lakosztály. Szóval ilyen maga a lakosztály, látjátok, hogy még zsírúj termosztát is van, soha nem volt használva semmi. Olyan illat van, mintha ilyen bútorboltba bemennétek konkrétan, tehát ilyen friss bútorillat van. Minden fullos, minden zsírúj. És az összes ilyen lakosztály így néz ki. Ezt mondjuk furcsálom, nyilvánvalóan hát kintről nem lehet belátni szerintem, de ez nagyon fura. Tehát ez kellemetlen lehet fürdeni. WC, zuhanyzó, kis gardrób, és ugye a hálószoba, meg egy ilyen előszoba, ami szerintem nem tudom, hogy ez mögött van valami, én nem tudom, szerintem nem az ennyi. Itt van még egy szoba. Jaj, itt van még egy szoba. Szerintem az mögött akkora labirintus az egész, aha, hogy az valami elképesztő. Tehát tök jó ezek a mosdai, és nézd meg. Hát, tudod, még a izé is rajt van, a cetli is rajt van. Ennyire fullos. Tényleg bútor illat van. Hát mondhatnám, hogy minden szoba ugyanúgy néz ki, de nem, mert egészen egyedi a kialakítás, és szinte majdnem mindegyiknek. Ez például be is van zárva. Ott a kamcsi. Jó, szerintem menjünk tovább. Nem tudom, hogy hány szinten vagyok, mert ugye most itt a hát itt a föld szinten vagyok, ami nem igaz, már lehet lefele menni, meg szerintem három szintet is, ha jól emlékszem. Hát ez durva. És nyilván a fürdő részt fogom utoljára hagyni. Az előbb az őr egy kicsit körbevezetett engem, de csak egy 5 percet, de hogy azt hiszem, hogy innen jöttünk, nem? Itt, aha, itt jöttünk el. De van még egy folyosó itt. Na, itt van egy nagyobb terem. Itt vajon mik voltak? Mi szék? Ja, ez valami színpad. Meg vetítő vászon, ilyen kis mozi. Gondolom. Ja, ez volt a moziterem, gyerekek. És látjátok, hogy itt vannak még növények és egy kis terasz rész. Itt is le lehet menni, vagy ja nem, itt át lehet menni, ha. Azt a... Az ilyen gyerekek. Ezt kapjátok ki. Az durva. Milyen szépen. Megvan. És itt is van még egy folyosó. Ahonnan szintén lakosztályok nyílnak. Csókolom. Ugyanaz. Konkrétan itt a lakosztályokkal már nem nagyon kell foglalkoznunk, szerintem. Azért ez jól néz ki, gyerekek.
Ez valami büfé volt talán. De jó, hogy így visszaveri a fényt. Cső! Aha, ez a konyha. Itt van a konyha, gyerekek. Fuhuhuhuhu. Milyen modern basszus, nem ezekhez szoktam urbex közben. Régi, nagy ilyen tripla sütők, meg ilyenekhez. Ez mind nagyon modern. Itt fel is lehet menni. Ez is valami reggelisztető, vagy mi a fele. Fehér mosogató. Aha, ez is konyha. Itt voltak a hűtők. Aha. Tűzjelző rendszer üzembe helyezve. Hol lehet fölmenni? Basszus, már eltévedtem. Esküszöm, láttam, hogy jó. Mit volt? De itt lesz valahol. Azért mondom. Elvileg a teteje az le van zárva, tehát nem fogunk tudni kimenni. De meglátjuk. Azt kapjátok ki. Tiszta penész minden itt is. Wow! Oh! Az elnöki lakosztály! Elnöki ügy. Ez tök jó. Vagy itt egy... Hány lakosztály volt? Ezt nem is tudom. Akkor kettő. Két ajtó van. Külön lift is jött fel ide. Na melyiket nézzük meg. Kezdjük a balájával. De rohadt jól néz ki ez a kinti rész. Itt volt az ágy. Kis szekrény, lámpával. Itt lehetett... Nem? Itt a fürdő, várjál! Hogy lehet oda menni, ott egy íróasztal. Itt is ki lehet menni. Remélem, ki tudok menni. Mi van itt? Gardrób. De hattul. Vagy... Aha. Csap, és itt a fürdő. Milyen dézsa. Rohadt jó. És itt is ki lehet menni, vagy ki lehet menni? Nem. Itt nincs baj. Belesek ebbe a tudba. Ja, hogy itt volt túlfolyója, és belefolyt ide. Ami gondolom... Nem tudom. Biztos elfolyt valahol. Itt van a WC. Zuhanyzó, meg volt külön szannája volt. Hogy kell nyitni? De volt ragadva. Volt külön szauna az elnöki lakosztályban, gyerekek. Várjál! Vagy ez mágneses? Nem. De. Mágneses, de be volt ragadva. Egyik. Azt hiszem, hogy nagyobb amúgy. Egyik lakás. Ez rohadt jó az a köralakú dísz. És a másik. Lakás... Ha ez nem is lakás. Ja, de! Ja, ez volt a nappali talán. Kis konyha... rész... Ja, itt a... hálószoba. Ez a hálószoba. És... itt a gardrób. És itt a fürdőszoba. És itt a kád. Azért ne viccelj, de ide belefekszel, most ne haragudj. Ide belefekszel, így, és ez a kilátás, gyerekek.
Atya úristen, Erzsébet híd, negyed Gellért hegy, rohadt jó. Le is van ugye fúriázva, ne lessen belátni. Kifele lehet látni, de befele? Nem. Jó, és itt is van ugye javécé fürdő. Hosszam ekkora fürdő, de jó ég. Csapat befégni, egy foci csapat. Jó, és ott van Szabina. Hát ez az elnöki lakosztály, ez nagyon tetszik, lehet, hogy ezt kéne kivennem majd. Az a tervem, hogyha elkészül, akkor kiveszek itt egy szobácskát, vagy esetleg felajánlja a tulaj, hogy ja, úr, Bezgyuda, miért ilyen jó fej vagy, hogy csinálta arról a videót, akkor gyere már egyet ide nyaralgatni, aki tudja. Hát ez, igen, a fene sem bele. Csak ki lehet valahol menni. Nincs még egy ilyen. Talán itt. És ugye közös volt a terasz, hogyha jól tudom. Nem. Ó, de! Zsír! Na ez zsír. Asztalva! Atya, úristen, milyen eszetlen jól néz ki. Azért itt el lehet lenni egy pár napot. Budai vár, a kilátás. Arrafele a híd. Ott az Urbex Gyula, integesse mindenkinek. Szia! Eszetlen jó. Ez a terasz. Hú. Hát nincs teljesen egybe, ahogy hallhatjátok. Ha beszakadni nem fog, mert nyilván van még alatt a dolog. De azért, hát látszik az évtized nyoma. És ott van a fürdő további része. Ja, meg van napozó terasz, most nézem, ott vannak az uhanyzók. Á, de mekkora jó. Hú, basz, hogy hideg. Most nézem, hogy ilyen le van, deres le van fagyva. Atya szent Isten, de rohadt jól néz ki. Nem hittem volna, hogy ennyire jól néz ki. És nem hittem volna, hogy ilyen rohadt nagy. Mi van még itt? Ja, csak itt ilyen tetőrész. Innen érzem a termál illatot, esküszöm nektek, hogy érzem. Ott is egy kis kupola. Ott is kupola, de most, hogy melyik lehet a török fürdő, meg az ilyen, a többi fürdő, gondolom, ott azon a részeken vannak. Meg hát gondolom az lesz az egyik legnagyobb. Ott látszik, hogy megy be a fény. Hát erre kíváncsi leszek, gyerekek. Ú, de jól néz ki, nagyon jól néz ki. Itt meg ilyen növények, hát ez eszetlen jó. Itt még egy kis ajtót terveztem volna ide. És akkor itt a növények közé is ki lehetett volna így ülni, meg feküdni akár. Eszetlen jól néz ki. Hú, ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Ezt kapjátok ki, ez a lakosztály. Brutális. Nem törik eszét, ugye? Csinálok pár fotót innen is. Ha már egyszer lúd. Kövessetek be Instán mindenféleképpen. Ha, rohadt jól néz ki. Ja, most mennek be a többiek. Ahogy látom. Ott is. Ott van konkrétan a három zuhanyfej, és ott van felette az út. Mekkora jó már, meg hogy nyilván van a kamerák, hogy ne mászkáljanak be. Hát ki tudnák ide ülni egy kávéval reggel, az biztos.
van egy olyan része, ahol majd növények is vannak fent. Olyan, mint a jégen sétálnék. Durva. Baromi jó kialakítása van. Na, szerintem menjünk lefele. Jó, akkor ez ennyi. Ez a felső rész. Baromi jó az a természetes fény. Fura, hogy ide lámpákat tettek. Már este nyilván kell. Na jó, menjünk le. Hát úgy néz ki, hogy eltévedtem, gyerekek, basszus. Ja, hogy itt ennek is a verkéje. Aha. Ez ilyen tolóajtó. Ó, de zsírul működik. Aha. 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 De rohadt jó. Na szóval ez maga a szálloda rész, és ugye szemben mutattam már kívülről, az pedig a fürdő, és ezeknek is külön teraszuk volt. Hát nem volt nagyon elsziketelve, ugye a privát szféra, de basszus. A kilátás ügyileg se annyira jó, hát a vár az látszódik. Amúgy meg nyilván akkor kisebbek voltak a fák. Ennyi. Tetszik. Vagy van. Zsír. És a végén szintén egy kis szoba. Ami nem is kicsi. Sőt, ez a fürdő, ez halál. Aha. Jó nagy fürdő van. Aszta. Na jó, menjünk le még egy szintet. Vagy nem, menjünk el oda, amit mutattam, mert az ellenkező irányba jöttem igazából. Hát az a probléma. Ez is mikor volt kinyitva utoljára. Ezt kapjátok ki. Tiszta pokálom. Fullosan profin nyílik. Az igen, kicsit van burjánzás. Észrevett a néni, hogy figyel azt a... Tessék feliratkozni a csatornámra. Legyen szíves feliratkozni, csak... Most nem menjen már el, dárányos. Ott nézd, de cuki. Milyen kíváncsi lehet azt. Fú, de kíváncsi azt. Egy nagy kérdőjel az egész néni. Akkora labirintus, hogy az valami kegyetlen. Pedig direkt mondtam az őrnek, hogy ja, jó, ez volt, ki támadta. És itt a lépcsőház. Mondtam neki, hogy jár nyugodtan, menjen vissza, nem fog eltévedni, de jó, annyira nem nagy, hogy teljesen eltévedjünk. De azért kell menni. És ezzel a... Ja, igen, itt voltam. Itt vannak az irodák. És ilyen irodai székek. És egyen lejjebb lehet ugye átmenni. Itt is ugyanazok a ja, itt mutatom, ezt mondtam, hogy ez pont meg van fordítva. Érdekes, hogy hozzá kellett érinteni, nem tudom, kártya volt, vagy valami ilyen csippes dolog. Odaérinted, és akkor kinyílik az ajtó, de ugye volt nyilván kulcs is. Hoppá, látjátok az idő. Hát itt konkrétan mindent újra fel kell újítani. És minél lejjebb megyünk, annál kisebb itt a terasz rész. Ezt mikor nyitották ki utoljára? 3 kiló pókháló van rajta. De működik, gyerekek? Fullosan. Aha, itt már csak ekkora terasz van. Ali. Na itt a kísérő meg is jött.
Menjünk le. Azt akkor át a fürdő. Mutattak nekem egy átjárót, ahol át szoktak járni az őrök a fürdő részbe. Egy tágas tér, nagy terasz. Rohadt jó. Csillár. Ki tudunk menni, itt is van egy terasz. Hello, szia, szavasz. Ez az aranyozott fal, ez eléggé, szóval mondjam, olyan kicsit ilyen gicsesnek néz ki. Miből van ez? Műanyag. Na és itt van, konkrétan itt látszik maga a fürdőnek a kupolájának a teteje, amiben most át fogunk menni. Hú, na itt már melegebb van. Nagyon meleg van itt bent. Na és akkor ez már maga a fürdő rész. Hú, milyen jó tános vécé van itt. Ez a folyosó, férfi vécé, női vécé, mozgássérült vécé. És itt is fel lehet menni. Szerintem fölfele megyünk először, mert ugye nem vannak a fürdők, és azt hagyjuk utoljára. Hát, itt nem tudom mi volt, de ez a legfelső szint. Hát... társalgó? Talán. Szerintem itt ilyen fotelek voltak, jaj, és akkor így ki lehetett ülni, fel lehetett ülni. És ez a vége. Mert ez a legfelső szint. Minden megyünk lófele. Ugye a kupolák. Ez vajon melyik lehet? Kíváncsi vagyok. Szaunák. Jó nagy szaun. Hát ez a legnagyobb szauna, amit valaha láttam ever. Gondolom akkor a másik is az. Na. Ez. Hát ez nem tudom mi valami. Valaminek a bélése. Itt is egy medence. Márványkővel. Szintén zsír. Rá van írva? Aha, hőkamra. Itt is. Azt kapjátok. Brutális. És itt is egy kis szauna. Ez már egy mini szauna. A többihez képest zuhanyzó. És a végén pedig semmi. Ah, van itt egy van. Gondolom, ez nem az árba. Ah, tudtam. Tényleg modern amúgy az egész. Ugye mondtam, hogy 11-12 éve újították fel, szinte átadásra el is készült. Átadásra készen állt, aztán nem történt meg, ahogy mondtam, és hát 12 év megtette a hatását. Merre menjünk? Azt hiszem, itt van az egyik fürdő. Meg itt is van egy. Ezt a kupolát láttuk. Na, szóval az egyik fürdő. Azt szerintem az lesz. Így van. Uá. Azt a betyár. Ez. Milyen rohadt jó. De hát ez kegyetlen feelinges.
ha jól megnézitek, akkor a kupola természetes fényén és ezeken a kis lámpákon kívül semmi más világítás nem volt. Na, szóval így néz ki az egyik fürdő, gőz, damp, az aki van írva. Ide vajon hova lyukozunk ki? Aha. Másik ajtón. Most mindent megnézek. Itt van még egy bejárat. És itt is van egy kis fürdő. És volt egy valahol. Aha, talán itt. Itt kell menni. Aha. Itt is van egy fürdő. Szintén kis szauna. Nagyon hangulatos. Hát ez nem egy ilyen, itt is egy kis medence, nem egy ilyen tömegre tervezték, max 400 főre, ha jól emlékszem. Tehát itt tényleg ilyen családias fürdő volt mindig is. Bementél, beültél a gyógyvízbe, ott voltál egy órát, aztán mentél a következőbe. Mindig az ágyok is megvannak. Ez is nagyon gicses ez az aranyszín, basszus. Fú, mennyi lépcső. Ez most felvisz. De nem akarok felmenni. Azért megnézzük. Ez a régi. Ez a régi lépcső, ha? Jó. De várjál. Nézzük meg a fürdő teteje, aha. És itt is új szobák vannak. Aztán még itt is van egy kupola. Ebbe voltam? Szerintem nem. Ez valami rohadt nagy. Ez a régi lépcsőn akkor felmegyek. Aztán ugyanúgy le. Imádom a csipa lépcsőket. Ja! Basz! Én meg mentem volna tovább. Jó, hogy fölnéztem, le van falazva. Basszus. A tetőre visz ki. Szerintem. Érdekes lett volna. Akkor ez így ennyi. Na. Biztos, hogy volt kirakva idén térkép, mert itt el lehet tévedni, az volt biztos. Még le kell menni egy szintet. Az lehet. Lehet. Azt a legyen. Hát itt elfolyik a mintavíz. Aha. Mintavíz. Folyamatosan ugye nézik a vizet, ellenőrzik. Az
állagát, állapotát, tehát nem úgy van, hogy itt van hagyva, aztán cső. Öltöző, aha. No. Hú, de jó. Hát nincs olyan uszoda feelingem, mint az újpesti uszodába. Emlékeztek a régi videóra, aki nem látta, az nézze meg mindenképpen. Ott az egy kicsit retrobb volt, az biztos. De ide hogy lehetne menni? Hát most fogalmam sincs, hol vagyok, de ez is öltöző, gondolom egyik a férfi, másik a női. Zuhanyzó, WC, stb. Itt aztán vannak rossz állapotok. Legalsó szinten, tehát hú. Hát az durva. Azt mondták, hogy az árvízkor azért eléggé magas a vízszint, és hát behoztam maga a hortalékát. Hát itt lent nincsenek jó állapotok egyáltalán. Jöjjön érték megőrzők. Na, ez volt a legalsó rész. Itt láttam egy ilyen lépcsőt. Aha! Ott van a lépcső. No, milyen büfé rész volt itt is, ahogy látom. Lépcsőház. Hát fogalmam sincs, hogy hol vagyok, gyerekek. Valahol a fürdő egyik részében. Milyen jó kis ilyen köztes rész van itt. Ez egy szobák lehettek. Itt is egy lépcsőház. Egészen nagy. Konkrétan már azt tudom, hol vagyok. Ebben még a kulcs is benne van. A gyerekek, az van, hogy nem tudom, merre kell menni. Hogy ez itt csak ennyi, vagy itt is lehet tovább menni, hát azt nem hiszem, hogy bármerre megyek, mindenfele lehet tovább menni. Kíváncsi leszek, hogy ezt megnyitják. Esküszöm, el fogok jönni. Azt tudni? Legalább egy hétvégére. Wow! Masszázs! Talán. Várjál, rá is van írva, talán. Ha szerencsénk van. Day spa emelet kezelő. Hogy gőzödök a kezem? Milyen hideg van, basszus. Szerintem ez masszázs asztal. Atyai. Ez egy kis szoba. Hát ez meg mi a fele? Ez nem tudom mi. Műanyag? Nem műanyag. Hát ilyen márvány kerámiaszerű. Fogalmas nincs, ez mi ez a helyiség, ez is valami
Alarm. Sauna. Akart lenni. Fogalmam nincs, aki tudja, az írja meg kommentbe. Szerintem olyasmi. Vagy ilyen show terem. Wow. Na ebben aztán milyen jó kis pezsgőkád van. Látszik, hogy azért... Bocs, de hát ezt úgyis újra kell csinálni. Na jó, visszamegyek le a fürdőbe, mert az egyik fürdőt kihagytam. Azt tudni. És akkor ott találkozunk. Na és közben megvan a főbejárat, gyerekek. Ez volt maga a főbejárat, beléptető kapuk. És ugye itt az ajtó. Valahogy álltam a kocsival. Ez egyik főbejárat. Porta, recepció. Ott a kocsim. Akkor szerintem itt lesétálok. Bár nem tudom, hogy érek ki. Itt mi van? Szerintem olyan ez, mint valami a szórakozó hely lett volna, de az túl kicsi. Lefem nincsen, nem? Valami terem. Ami terem. Még van kb. Fél órám, szóval úgy kell az idővel játszani. Aha. Itt is van. Ja, ez a kupola. Itt is van egy fürdő. Egy medence, gyerekek. Meg ott is. Meg ebben víz is van. Ászt, de jó. Termál illat van. Atyó Isten, mennyire termál illat van. Uff. Ja, beesik az eső. Aha. Gyerekek, ez nagyon durva. Török fürdő az eredeti pompájában. Ezt így meg fogják hagyni, hogyha újra nyit majd az egész. Brutális. És itt is van egy. Ja, ez a kis kupola, ezt kerestem, hogy hogy lehet ide eljutni. Na, csak megvan a török fürdő. Az igen, hát ez... nem volt egyszerű ide jutni. Az biztos, jól visszhangzik. Csapok is vannak. Hát nem adja vissza, egyik kamera sem annyira szerintem, bár a GoPro az így... Jobb, így nagy látószög ügyileg. És onnan jött ugye a víz, és egy gyönyörű szépen megfaragott ilyen tábla van fölötte. Az előző században még így nézett ki a török fürdő, de mára ez is felújításra került. Viszont a villanyt nem vezették be, így ennek hiányában a vendégek lámpással fogják bevilágítani a csarnokot, ami még hangulatosabbá teheti a fürdőzést. A kupola is nyitott marad, így a téli fürdőzések közben még a hó is beeshet a medencébe. Azért az mennyire durva, hogy a törököknek is pont ugyanez volt a jele a vészkiáratnak. Milyen véletlen? Valami csöpög. Itt van egy csatorna. Ezt nem mondott komolyan. Látjátok, hogy gőzölök? Benne van a... Tele van gyógyvízzel.
Azt a milyen meleg. Nagy valaki belesson. Ott a teteje. Ja, a csatorna tető, meg ugye az a márványlap is ugye rámegy. Durca, megfürdök most. Random csapok. Aha. Masszázs ágy, nem tudom. Lehet, hogy ilyen, itt szárítkozni tudtak az emberek. Na és feljövő lépcsőn a török fürdő mellett leszakadt az ármennyezet. Itt van még egy. Hát én elsőnek konferenciateremnek néztem, de mint kiderült, fitnessterem volt, vagy lett volna. Na, sikerült kinyitnom az ajtót, eléggé be volt ragadva itt a linoleum miatt. Hát ez... Nem hiszem, hogy... Nem tudom, mi lett volna. Egy ilyen dohányzó rész talán. Ott van egy ajtó, amivel be van falazva. Hát ennyi konkrétan, tehát ilyen kis... Mi a neve annak? Dühöngő. Dühöngő talán, dohányzó. Vagy csak ilyen fejszellőztető rész. Hangulatos. Na, kijöttem ebből a fürdőből, és akkor itt szembe, ha jól tudom, akkor itt is át lehet menni. Aha. Azt a de rohadt jól néz ki itt minden, ezek a régi zuhanyrózsák, egészen elképesztő. Egészen művészi. Így, ebből hiányzik egy, ja, igen. Itt is egy fürdő. A horgász. És itt bemész, és ez ennyi. Itt még ilyen ülő rész sincsen. Tényleg csak egy ilyen díszbasszus. És ez itt mind zuhanyzó. Ez is egy... Egyre kisebbek a fürdők, úgy veszem észre. Lassan már tényleg csak egy ilyen talpalatnyi. Tényleg ez ilyen... Hát ez dupla, ez két emberes. Nem? Ha rosszul tudom, Tica? És innen jött a víz. Hát szerintem ez tényleg ilyen egy párnak van. Na és itt van. A nagy fürdő. Hatalmas nagy zuhanyfejek, itt is egy zuhany. És az utolsó fürdő, olyan, mint a másik konkrétan, amúgy, mint a medence része, csak sokkal díszesebb, meg kisebb egy kicsit. Zuhanycsarnok. Ezen, ja igen, ezt ugye elmondtam, hogy második világháborúban ugye bomba találat érte. Azóta persze még egyszer felújították, ahogy mondtam. Nem győzöm hangsúlyozni. Szóval így néz ki. Nagyon, nagyon tetszik. Hát ez úgy csak a fürdőgyerekek. Mármint, hogyha... Ha biztos nem mentek benne, mert minden sarkon van öt fű. Várjál, itt is volt még egy balra, de itt... Ugye? Aha, azért mondom, basszus. Wow! Milyen kagylók vannak kilakva mellette itt.
Ez is egy fürdő volt. Mi ez, bárányfej vagy? Olyasmi. Ez meg valami kutya vagy farkas. Szóval ez a zuhanycsarnok, ez olyan, mint egy múzeum konkrétan, csak lehet benne fürdeni. Na gyerekek, ennyi volt a videó a Rácfürdőről. Mit is mondhatnék még többet, remélem tetszett. Ezt is bemutattam, és remélem, hogy amikor elkészül, belátható időn belül, akkor én is el tudok jönni. Sőt, megfogadom, fogadjuk meg. Itt fogok ülni. Sőt, várjál. Egy, kettő, harmadik ilyen kis bigyuszon. Itt fogok ülni. Urbex, mire voltam? Sziasztok! Hú! Rácfürdő! Jó volt! Jó, tetszett! Hangulatos!